Az aranycsapat játékosa Buzánszky Jenő részvételével adták át a napokban az új Ovi foci pályát Gyulán. A kiváló labdarúgó ezen alkalomban adott interjút a Gyula TV-nek. A legendás játékos beszélt nem csak gyermekkoráról, hanem felidézte a Helsinki olimpiát, a londoni 6-3-as mérkőzést és az 1954-es világbajnokságot is. Nagyon sokat gyára beszél arról, hogy milyen volt az aranycsapat tagjának lenni. Milyen volt egyetlen vidéki játékosként az aranycsapat tagjának lenni? Hát, én azt hiszem, hogy egy nagyon jó érzése az embernek, hogy hát ugye egyetlen vidéki bekerülhetem az aranycsapatba, és hát ugye olyan emberek közé, akik hát tényleg sokkal ismertebbek voltak, mert én Dombóvárról indultam főfelé, a többiek pedig hát azok a pesti csapatoknál kezdték el magát a futballt is, de hát ugye végeredményben a futballpályát nem az jelenti, hogy rokon-e vagy nem rokon, havere, nem havere, hanem az, hogy bele tud-e illeszkedni a csapatnak a munkájába, a csapatnak a játékába. És én egy csatárként kezdtem a pályafutásomat, és hát Dorogra is csatárként kerültem, hát a 47-ben, az első fél éves NB1-ben 10 gólt rúgtam fél szezonban a csatárként, és aztán 49-ben kiöregedtek a hátvédek, és akkor az edzőmnek támadt az ötlete, hogy hátra visz hátvédjátékosnak. Hát megmondom őszintén, nem a legszívesebben mentem, mert a fociba góldugás a legszebb dolog. De hát ugye az edzőkkel nincs értelme vitatkozni, mindegy az én példám is mutatja, hogy hát végeredményben egy évre rá már válogatott játékos lettem. Hát a válogatott játékosságom az végeredményben úgy kezdődött, hogy 50 márciusában ilyen szakszervezeti válogatottal mentünk Albániába játszani, az albán válogatott edzőmérkőzésének partnereként, és hát megvertük az albán válogatottat otthon, ez a szakszervezeti, és aki volt az MLS-től, hát Király Tivadar nevű, aki utánpótlásért volt felelős akkoriban, és hát ő volt a vezető, és ő mondta azt, ha hazajön, akkor ajánlani fog a Sebes Gusztávnak, hogy hát figyeljen föl rám. Április végén akkor osztrákok jöttek Pestre játszani, hát mondták, hogy hát Doroga játszottunk Pesten, nem tudom valamelyik, vagy a Vasas, vagy a Izéval Újpesten, és hát végeredményben az volt, hogy hát mondták, hogy akkor azt figyelik, hát mondtam, mandulagyulladásom van, és hát nem valószínű, hogy fog menni, mind ahogy nem is úgy ment a játék, de viszont mivel katona voltam, szólt vasárnap, hétfőn, szerdán már kivették a mandulámat, mert hát ahogy én mondtam, hogy egy mandula nem fog megakadályozni engemet abba, hogy valamire vigyem a pályafutásomat. Ami azt jelentette, hogy ősszel már visszavágónál szeptemberben, már osztrákokkal volt a visszavágó, hát akkor már bekerültem a keretbe, de hát talán életemnek egyik olyan eseménye volt, hogy örültem, hogy nem kell focizni, mert hát az osztrákoknak a balszésője volt az Európa legjobb balszésőjének kikiabálva. Hát az ember nem azt képzelje el az első alkalommal, főleg hát vidéki részére Budapesten, ugye. Az, hogy mert akkor, ha sikerül, akkor nincs probléma, de ha nem egészen, akkor azt mondják, hát ez a vidéki paraszt gyerek mi az Istent keres itten. Tehát akkor nem sikerülhetett volna. Bulgáriába ment ki a csapat, hát ottan délelőtti taktikai értekezleten nem voltam bent a keretben. Aztán az edzőmeccset, néztük az előmeccset, és akkor jöttek értem mennyekbe, és akkor Sebes Guszti bácsi mondta, hogy hát nem a Kovács ketté, hanem te játszol. Ha figyelti a délelőtti taktikai érdekezleten, amit a Kovács kettőnek mondtam, azt neked címeztem. Hát akkor kettes számú veszt magamra húztam, hát aztán mondhatom azt, hogy majdnem 7 évig abba is aludtam, nehogy ellopja valaki tőlem, hát addig
állandó. Soha nem voltam levezetve, sem még mindig kezdőjátékos voltam, végigjátszottam a 90 perceket. Az olaszokat is megvertük az Európa kupába, olimpiai bajnokságot tudtunk nyerni, és hát ugye ezekben mindben részt vettem, teljes egészében, és hát mondhatom úgy, hogy hát 49 mérkőzés van egy formán válogatottként, és van 16 Budapest válogatottként, de ugyanúgy az aranycsapat játszott, és 4 vereség van benne. Amit hát mondjuk ugye maiaknak is mondom, hogy hát már übereljenek le, hogy hasonlóképpen tudjanak örülni ők maguknak is, meg örömet szerezni a magyar drukkeroknak. Amerre labda gurul, arra ment az én életem is. Mi nálunk a jelszó mindig az volt, hogy egy góllal többet rúgni, mint az ellenfél. Tehát mi játékunkat azt szerint szerveztük meg. 5 csatára játszottunk annak idején, most meg 1 vagy 2 van, ha 2, akkor már túlzásba is viszik, hogy támadó szellemi csatársora van, de hát az messze van attól. Megnyertük az olimpiát Helsinkibe, és utána megvertük az olaszokat, az Európa, első Európa kupa döntőnek nevezheti az ember. Ugye például a svédek nyerték meg 48-ban Angliában az olimpiai bajnokságot, hát azoknak is rúgtunk egy 6-ost. Hát most a múlt héten voltam Bernbe, ott a német döntő zajlott le, most vasárnap jöttem meg, vasárnap este. Ott volt az ünnepségük, mert mostan ők ünneplik a 60 éves világbajnoki időkat. Mi nálunk is ketten élünk, de egyedül én vagyok, aki mozgóképes, vagy a Grosics van még. Ő náluk is ketten vannak, ott is egy ember a mozgóképes, a Horst Eklund, akivel mostan együtt voltunk Bernben. A 35. mérkőzésen kaptunk ki a németektől. Hát az első mérkőzés ugye az a például Korea ellen volt, ott a 9-0-ra nyertünk. Ugye azt utána a németekkel játszottunk, 8-3-ra vertük meg őket. És hát az viszont abban annyi a negatívum, hogy hát hagyta a játékvezető, angol játékvezető a Puskást, hogy a Librik agyonrúgja. Úgyhogy végelmével Puskást le is kellett vinni, meg hát a két mérkőzésen a brazilok és a urugvaiak ellen ki is maradt a csapatból. Hát ugye azért nagyobb energia kellett, ugye a legjobb játékos, ha nem játszik az embernek. Úgyhogy végeredményben a világbajnokságon ma már egyértelműleg merem mondani azt, ha elolvassa valaki az akkori újságot is, hogy végeredményben az angolok, bírók, ezek vezettek Ling meg Griffiths nevezetű, hol egyik vezetett, a másik partjelző volt, hol fordítva, szóval így ment zajlott, tehát ilyen nincs a történelemben, hogy illetve akár két bíró is, hogy összes meccseken annak az országnak vezessen. Hát ugye az valahogy véleményem szerint, ugye, hogy talán megunták már, hogy ez a kis kommunista ország laposra ver mindenkit, mint ahogy ez a világbajnokságon 35 meccsen előtte, illetve 35 meccset nyertünk meg előtte folyamatosan, és a 36. meccs volt a világbajnoki döntő, és hát ugye akkor én most már bátran merem mondani, hogy a bírók hát bizonyos fokig elcsalták a mérkőzéseket, mert például a Puskást is, mikor ütötték, vágták, hát nem is állították ki egy Librik nevezeti játékosukat. Úgyhogy hát szóval
végeredményben, ugye ma már történelem, nem is akarja az ember nagyon, ugye itt mosni az, hogy na most, ugye, hogy kikaptunk a világbajnoki döntőt. Mi tudjuk azt, hogy nem mi miattunk kaptunk ki, mert hát vezettünk 2-0-ra, aztán nem adott meg a bíró egy szabályos gólt, és akkor nem beszélve a németeknek első góljánál a Grosicsot nyakánál fogva félrelökték, úgyhogy nem tudta megfogni a labdát egy szögletrúgásnál, és akkor berúgták az üres kapuba lényegében a labdát. Ugye hát ilyen mérkőzés volt, ami ma már történelem, tudomásul kell venni egy igazi sportembernek, hogy hát mindig van egy győztes, és mindig az a győztes, aki egy góllal többet rúg, de ugye a gól pedig az, amit a bíró megad. Egy dolgot mondja még nekünk, ezeknek a fiataloknak mit tanácsol annak érdekében, hogy a magyar foci újra olyan legyen, mint valamikor, mit tegyenek ezért? Hát igen, hát szóval én nagyon sokat járok az országba is, otthiákra, élménybeszámolókra, és én ugye mindig azt mondom, hogy és hát van a TFN is az első éveseknek, és majdnem minden évben én így nyitom be az ajtót nekik, hogy hát ugye az, hogy végeredményben a tehetség az, ami van, az egy Isten adta lehetőség. De egy tehetséggel vissza lehet élni, meg élni is lehet vele. Ha ő, neki megvan a tehetsége, akkor le kell mondani a dolce vitáról, meg stb. Sok mindenről annak érdekében, hogy ő jó erőben tudjon lenni, és a labda egy engedelmes jószág legyen a számára. És hát a másik pedig az, hogy ha valaki még a címereszmest is megkapja, akkor annak kutya kötelessége megszakadni, és hosszú éveken át lemondani sok mindenről, hogy bent tudjon maradni a csapatba, és nem csak, hogy bent tudjon maradni, hanem prémása tudjon lenni, és minél jobban illeszkedjen bele, és minél több sikereket tudja, és minden sok sikerhez tudja hozzájárulni ő maga is. Tehát lényegében, ugye jelen pillanatban nem, ahogy hívják, mi soha nem tudtuk, mennyi pénzért játszunk, minket nem érdekelt, mondhatom úgy, hogy a pénz. Mi egyet tudtunk, gólt kell rúgni, nyerünk, és akkor megvan nekünk az örömünk, megvan a magyar embereknek az öröme, és hát a magyar futballnak a dicsősége, mind ahogy ugye végeredményben a 6-3-as mérkőzés, az az angol Wembleybe való játék, ugye amelyik a világ tetejére röpítette a magyar futballt. És a magyar csapat kezdi meg néhány pillanat múlva az évszázad nagy mérkőzését, a Magyarország-Anglia találkozót. 7:17 London idő szerint, amikor Kocsishoz került a labda, és aztán Bosiké. Bosik előre vágja Budainak. Budai leveszi, ott vagyunk most az angol térfél közepén. Kocsisi a labda, vissza Budainak. Most már azonban ott van Dickinson, aki kiküldi a labdát. Mindenki azért büszke lehet arra, hogy ez a csapat, arra a csapat annak idején annyi örömet tudott szerezni, és hát a mai világ is még mindig éli, és emlékezik arra, hogy hát ugye Magyarország aranycsapat, számtalan példát tudnak mondani erre, most akár Floridában is, amíg a Vámos is tudta, hogy a Gold Team, kik vannak benne, elsorolta a nevet, hát aztán másik érdekesség az, hogy maláziai fiszkóval egy dolog illeázó összetalálkozott interneten, és a végén megkérdezte tőle, hogy mit tud Magyarországról. De ez a malázia azt mondta, hogy kicsi, kommunista, aranycsapat. Hát így néz ki a világ, tehát mi megtettük, amit megkövetelt a haza, tudtunk az embereknek örömet szerezni, és nem egy nagy dolog mai nemzedéknek is mondva az, ha le tud mondani arról is, megvan a tehetsége, majd akkor ő is ugyanígy helyünkre lép majd, amikor abba hagyja a pályafutását, és emlegetik fiatalok, idősek egyaránt. Thank you.